Merész András, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya egyelőre szavatartónak mutatkozik csapatával együtt, hisz nem mást ígérnek, mint olimpiai aranyat. Az ehhez vezető kvalifikációs tornán a kazahok legyőzésével megváltották a londoni belépőt, úgyhogy utána már a lazázás is belefért a trieszti tornán. A hazafelé tartó kapitányt kapcsoljuk most. Halló, jó reggelt kívánok, szervusz András! Jó reggelt, szervusz, üdvözöllek! András, gratulálunk a kijutáshoz. Az első az, hogy biztatok-e abban, hogy csoport elsőként sikerül majd a döntő meccsre készülni, és hogy annak a bizonyos képzeletbeli étlapnak az élén a kazahok szerepeltek-e? Hát az étlap élén nyilvánvalóan a kazahok szerepeltek. Abban, hogy miben bíztunk, arról mondjuk annyit, hogy miután a felkészülés alatt nagyon kevés edzőmérkőzést játszottunk, nem nagyon volt visszajelzésünk a formánkról. Ezért kicsit sötétben tapogatóztunk, hogy hogy is lesz az első három mérkőzés, hogy mit tudunk miért nyújtani. Én úgy gondoltam, hogy ez nekünk egy ilyen fölfutást fog eredményezni a negyedik mérkőzésre, ami így is volt, már a negyedik mérkőzésen fantasztikus játékkal nyertünk 13 gólal a kazahok ellen, de hogyha kevésbé lett volna fantasztikus, akkor 12-re nyerünk, úgyhogy igazából annak a topformának már nem volt értelme. Egy picit talán nekem is meglepetés volt, hogy a háromból két mérkőzést tudtunk nyerni. András, amikor kiderült, hogy tehát az kínálat az jól alakul, sikerül a csoportesség, és megvannak a kazahok, akkor te már tudtad, hogy olimpiai résztvevők vagyunk, zapszem ide vagy oda? Hát nyilván, hát tudtam, az egy erős túlzás, de abszolút mértékben reménykedtem és számítottam rá. Mi ezekkel a kazahokkal tavaly játszottunk kétszer, és hát valami hasonló arányba vertük őket, vagy talán még jobban. Tehát ilyen nagyon, nagyon nagy fatális véletlenek sorozatának kellett volna bekövetkeznie, hogy ne nyerjük meg azt a mérkőzést. Na most minek utána ez sikerült? Utána igazából tét nélküli két találkozó következett. Le is eresztettek a lányok, felteszem, ezért nem kifejezetten voltál rájuk dühös, hiszen akkor ez egy formaidőzítés is volt, ami a kazahoknál robbant igazából, nem? Hát egyrészt így van, a másrészt én nem gondolom, hogy ők leeresztettek, az volt a helyzet, hogy azon a bizonyos negyedik napon, amikor mi a kazahokkal játszottunk, és hát végülis egy könnyű mérkőzést játszottunk, a másik három csapat, amelyik bejutott a négybe, az pörgős mérkőzést játszott. Na most az, hogy a mi csoportunkból jutott be mindenki a négy közé, az is mutatja, hogy ha egymás után pörgős mérkőzéseket játszanak a csapatok, akkor az jobb formát és nagyobb koncentrációt bizonyít, mint mondjuk a másik csoportban, ahol voltak ilyen pihenőnapok, meg két könnyű mérkőzés is. És gyakorlatilag mi is ugyanebbe a hibába estünk, vagy ugyanebbe az utcába jutottunk, mint a másik csoport, hogy a könnyű mérkőzés után nagyon nehéz volt fölpörögni a következő napra, és így jött a két gólos vereség a spanyoloktól. Hát aztán, hogy tegnap az oroszok ellen ez a rossz western film figura jött be, hogy mindenki lövöldözött össze-vissza az oroszoktól is, meg tőlünk is, hát az egy másik kérdés, ebből az oroszok jöttek ki jobban. Ezzel együtt tehát nem lehetünk elégedetlenek, mert ezt a rész célt ezt elértük. Akkor azt mondanak végül, András, hogy ugye te is, és a lányok is elszántak az olimpián, nem csak társas utazásra készültök, hanem az olimpiai aranyért mentek. Látod-e már ez alapján, a trieszti torna alapján is, hogy kik lesznek nekünk a fő vetélytársaink, netán mumusaink? Én mumust nem gondolok, a fő vetélytársunk a másik hét csapat lesz. Én ide számolom az angolokat is, mert nem egy kazak szint, hanem annál sokkal jobb. Azt kell még mondanom, hogy a felkonfortban azt mondtad, hogy az ígéretet eddig betartottuk. Hát mi nem ígérünk, azért ezt szeretném leszögezni, nekünk a célunk az olimpiai bajnoki cím. És azt ígérjük, hogy mindent megteszünk érte, aztán, hogy az mire lesz elég, az majd kiderül, hiszen itt a vízilabdában itt keresztül a kasul verhetik egymást a csapatok. Hát elég csak a saját eredményeinkre visszautalni az elmúlt hétre, amikor két csapatot megvertünk, majd kikaptunk tőlük két nap múlva, úgyhogy nem ennyire egyszerű a helyzet. András, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor élőben innen a stúdióból, itt a stúdióban folytatjuk majd, ha hazajöttetek, holnap akkor találkozunk, és a nézők láthatnak benneteket, a lányokat. Gratulálok még egyszer, jó utat kívánok! Köszönjük szépen, viszontlátásra!